Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntelek benneteket, itt a kamerák előtt is, meg a kamerák mögött is. Balázsra még egy kicsit várunk, hát ha befut, de nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, Csoszó Gabriella fotoművész, Molnár Zoltán fotoművész, és arról szeretnék beszélni veletek ma este, hogy ti hogyan látjátok a szociófotó fogalmát, illetve a szociófotó fogalmának a változását, és ehhez nektek ugye a 21. század elején milyen fotográfiai kapcsolatotok van. Na most kiindulásképpen szeretném ezt a fogalmat, ezt a 20. századi klasszikus értelemben vett szociófotó fogalmát megbeszélni, vagy tisztázni, ezzel egyetértetek-e, aztán majd erről is beszéljünk, hogy a szociófotó eredetileg, tehát a 19. század végi, 20. század eleji kialakulásakor egy dokumentarista műfaj volt, ami a társadalom valamilyen szegregált vagy elnyomott csoportjáról készített dokumentumokat, tehát elsősorban ábrázolt, és azzal a célra, hogy felvívja a figyelmet ezekre a helyzetekre, ezekre az elnyomott, nehéz sorsú embereknek a helyzetére, alapvetően figyelemfelhívás volt a célja. Én is most Jacob Riis, Louis Hine-nak a fotóira gondolok kiindulásképpen, és aztán ez a 20. század folyamán ezzel a tradícióval tulajdonképpen így folytatódott is, tehát alapvetően ábrázolta ezeket a helyzeteket. Most itt a 21. században, vagy a 20. végén és a 21. században pedig szerintem új fogalmak keveredtek ebbe a fotográfiai témába, például aktivizmus, emberi jog, nem tudom, természetvédelem, feminizmus, ilyesmi, és azt szeretném kérdezni tőletek, hogy hogy álltok ehhez hozzá. Elsősorban én a Gabira gondoltam először, mert én úgy tudom, hogy nálad jelentkezett ez a fogalom először legalábbis a magyarországi cikkekbe vagy szövegekbe, az aktivizmus fogalma. Ez veled kapcsolatba került elő először. Ha jól tudom, nem tudom, ez egyetértesz-e. Érdekes felvetés egyébként, hogy velem kapcsolatba került volna elő, de kétségtelen, hogy elkezdtük a jelenséget, amit csináltunk, fotózás és aktivizmusnak hívni, de hát járjuk körül egy picit. Először is én egy visszakacsatolnék valahogy a 20. század elejére, mert azt egy nagyon érdekes momentumnak tartom, hogy milyen módon próbálták meg felhívni az első ilyen magyarországi megjelenésekkor a szegénységre a figyelmet. Tehát, hogy ez közel sem egy ilyen egyértelműen a mai szemünkkel, vagy a mai agyunkkal végig gondolva a folyamatot, közel sem volt ennyire humanitárius, és ennyire így egy ilyen segítő, bár a szándéktán segítő volt, de hogy így kinyögjem, amit mondani szeretnék, oda akarnék visszautalni, hogy mondjuk a 10-es években, amikor az Uránia moziban vetítéseket rendeznek, akkor azokat a képeket, amiket akkor a rendőrségi razziákon készítve ugyan egy szociográfiai ábrázolásként mutatva a szegénységet vetítenek le, összekapcsolják az úri nagyközönség, a polgári közönség számára, tehát a nézők számára a bűnnel, és egyáltalán a bűnbeesés lehetőségével a szegénységet. Tehát, hogy egyszerre van egy ilyen nagyon erős megbélyegzése, vagy ilyen típusú ábrázolása a szegénységnek, és ugyanakkor összekapcsolják egy adománygyűjtéssel. Tehát, hogy egy ilyen nagyon rettetlen, a mai agyunkkal egy nagyon is erős kevert formában jelentkezik ez a segíteni, nem segíteni kérdés. És nekem például hátborzongató volt először megnézni azokat a képeket, amiket valóban, bár nem lehet még a mi kategóriáink szerint jó szándék, rossz szándékra osztani ezt a fajta fotózást, de mégis az van, hogy tulajdonképpen listázni kezdik a szegényeket, a szegénységet, tehát hogy rajtaütésszerűen fotóznak, címmel, névvel jelölik adott esetben ezeket a felvételeket, belevakúznak a rettenetes körülmények között élő éjszakai razziákban elkészített felvételekkel az emberek arcába. Tehát
tulajdonképpen borzasztó nézni, vagy hát nagyon felkavaró nézni ezeket a képeket, és elég nehéz elképzelni, hogy szép ruhában beülnek az Uránia moziba emberek, és óriási sikerű vetítésekben, mint egy egzotikumként megnézik a szegény embereket. És azért, hogy innen ered a magyar szociófotó, az azért hát borzongató. Tehát, hogy mekkora utat tettünk meg azóta abban a tekintetben, hogy lesznek az emberekből valódi személyiségek, hogyan kérjük ki magunknak a megbélyegzést, a kirekesztést, hogy végig kell gondolnunk újra meg újra, hogy egyáltalán a fotónak elég-e, ha ábrázoló szerepe van, vagy valamilyen módon meg tud jelenni társ eszközként, hogy a dolgok változni tudjanak. Igazából azt gondolom, hogy ez egy érdekes kérdés. És akkor, hogy nem magamnál tartsam azért nagyon hosszan a szót, hogy kapcsolódhatott így az én nevemmel valamennyire össze ez az aktivizmus fogalma, az pedig egy roppant egyszerű gesztusból eredt, hogy egy adott ponton én valóban nem ábrázolni szerettem volna, hanem segíteni küzdelmekben a fotográfiával, és akkor ennek kerestem az útját, meg a lehetőségeit, és igazából így kerültem kapcsolatba a csoportokkal, mozgalmakkal, nem lemondva egyébként az autonóm képkészítésről, hanem ezt behozva egy eszközé téve tulajdonképpen, tehát egy elég kevert jelenség az, amit én így aktivizmus címén folytatok. És akkor ez ugye nem áll meg ott, hogy megmutatsz problémákat, hanem egész egyszerűen együttműködsz azokkal a csoportokkal, akik a képeken valamilyen küzdelemben láthatók. És akkor az együttműködésnek nagyon sokféle formája van, például együtt hoztok létre képeket, megtanítod azokat az embereket, saját magukat, saját ügyeiket képpel képviselni, tehát megtanítod őket az eszköz és a kép működésének a szabályaira, lehetőségeire, tulajdonképpen közzé teszed úgy ezeket a képeket, hogy nem mint önálló művészetet képviselet, hanem közvetítő eszköze lesz értékeknek, gondolatoknak, eszméknek, és hát így sorsoknak adott esetben. Tehát nagyon sok felé tud ez elágazni, de azért így összekötném ezzel az első lépéssel, ami a bűnnel és egyáltalán a nagyon hátrányos megbélyegzésekkel összekötött szociográfia, vagy szociófotó, és összekötném annyiban ezt a történeti ívet, hogy onnan nézve különösen érdekes megtenni egy olyan utat, amikor már nem ábrázolsz, hanem egyenlő rangú, azonos hierarchiát magatok mögött hagyó együttműködésben vagy az emberekkel. Köszönjük szépen! A Zolitól akartam kérdezni, hogy a következő lépésként, közben Balázs is becsatlakozott, úgyhogy téged is köszöntünk. Hello! Hogy Zoli, te miért érzed ilyen kicsit ilyen, nem tudom, igaz-e, vagy egyetértesz ez, egy kicsit ilyen dohos már ez a kifejezés manapság, tehát egy ilyen kicsit pókhálós, vagy leporolandó, vagy ma már nem biztosan releváns, vagy nem pontosan releváns mindenféle sorozatokra, vagy képekre nem vonatkoztatható ez a szó, hogy szociófotó. Nálad ez hogy néz ki, vagy te hogy gondolsz erről? Az a véleményem, hogy az a felvetésed, akiket említettél, főleg amerikai fotográfusok, Louis Hine, Jacob Rees, tehát hogy az a fajta tárgyilagos megfigyelés, és az a téma iránti alázat, ami azoktól a fotográfusoktól ered. Igazándiból Magyarországon ennek soha nem volt kifutása. Tehát a szociófotónak egy nagyon fontos eleme az, hogy magazinokban megjelenhetnek képek. És ha azt nézem, hogy ha már a 20. századról beszéltünk, hogy a 90-es évek előtt milyen magazinokban jelenhettek meg
nagyobb lélegzetű fotósorozatok, akkor igazándiból nem is volt, vagy talán a képes hét, tehát hogy egy-egy ilyen csatorna lehetett, tehát hogy ennek igazándiból ilyen irányzata nem, tehát nem lehetett egy nagyobb kifutása a szociófotónak, főleg, hogyha arra gondolok, hogy még albumok se nagyon, tehát hogyha mondjuk a Timár Péternek a Gyász című anyagára gondolok, akkor gyakorlatilag meg se jelenhetett. Tehát, hogy ennek így Magyarországon nincs létjogosultsága sajnos. Viszont a óriási törekvések, és amikor így bejön a szubjektív, amit vagy a személyesebb indítatás a szociófotón belül, amit a Gabi is nagyon jól felvezetett, hogy számtalan fotográfusnak a munkája, tehát itt Benkő Imrére gondolok főleg, vagy Urbán Tamás, stb. Rengeteg fotós fel lehetne sorolni, és az avantgárd eszköztárakból is beemelt dokumentalista anyagok, ugye a Tóth Gyurinak az anyaga, akár arról is lehetne beszélni. Tehát Magyarországon ezt csak ez az, hogy mondjam, ilyen úttörő mozgalomnak, vagy ilyen tényleg, akik így szisztematikusan csinálták, anélkül, hogy ezek megjelennének, vagy valamilyen úton, módon lehetőség lenne arra, hogy ezeket bemutassák, ezeket a munkákat. Mégis több irány elindult, és ma már azért más a helyzet, tehát ugye vannak ezek az online felületek és újságok, ahol megjelenhetnek munkák. Tehát azért picit jobb a helyzet, de mégis azt gondolom, hogy azok a fotósok, akik tényleg azt akarják, hogy bemutassák, akkor nagyon sokat tesznek azért, hogy megtalálják a csatornákat. Tehát itt érzem az alapvető különbséget, és a szociófotónak a kiállítás az persze az is egy csatorna, de itt igazándiból a sajtóban lenne nagy szerepe, és a magyar sajtó az nem szereti a hosszabb, nagyobb lélegzetű fotósorozatokat. Főleg azokat a fotókat, amit nagyon sokan képviselnek, teljesen más irányt vett a magyar sajtó sajnos. Úgyhogy én itt látom a méteit ennek. Egyébként meg rengeteg jó alkotó van, rengeteg jó képe. Nálam most, amit épp így vetítenek, tehát ez az aktivizmus, vagy tehát, hogy itt tenni valamit, ez volt nálam a motiváció, és az ilyen 2002 környékén. Tehát amit láttak az elején a vetítés során, az igazándiból egy dokumentáció, tehát nem nagy képanyagnak tartom, ez onnan indult, hogy én csatlakoztam egy környezetvédelmi alapítványhoz, mint szociális munkás, és dolgoztam több éven keresztül. Ez annyit jelentett, hogy tehát mindent, a körutat kitakarítottuk, a Madarak és Fák napja alkalmából autómentes napot szerveztünk, akkor még ugye teljesen messze volt még az, hogy kritikám ez legyen, és aztán kinőtte magát egy ilyen hatalmas nagy mozgalommá, amit nagyon jó és nagyon jó dolognak tartok. Onnan indult el az egész, hogy a környezetvédelemmel szerettem volna foglalkozni, valamit tegyek. És ez a mai napig is megvan, tehát egy Zöld Jövőért nevű alapítványnak szoktam még besegíteni a mai napig is. Én hiszek a civil kezdeményezésbe, sokkal inkább hiszek abba, mint amit egyébként sajnos a szociófotónak van egy ilyen politikailag elkötelezett iránya, akárha a szegénységre gondolok, számtalan olyan kormány által megrendelt képsorozatok, most tényleg ebben nem szeretnék belemenni, de sok ilyen született már.
Én inkább a civil oldalról közelítem meg az egészet, és onnan sokkal őszintébbnek tartom, meg hitelesebbnek tartom az egészet. És a fotós munkában pedig, amit kértek, csináltam. Tehát ott lehetett látni, ilyen plakátterveket kértek különböző víznapjára, autómentes napra, környezetvédelmi világnapra kértek plakátot, és akkor ezt ingyen megcsináltam, és arra is nagyon büszke vagyok, mert az még akkor a analóg hőskor vége felé, ugye még a digitális annyira nem tükölgött, és ez filmre van, analógra van az egész, TI-ra fotóztam ezeket a képeket. Aztán ez a környezetvédelem beépült a későbbi munkáimba, és ott jelen van, és foglalkozok ezzel, mint amit most látnak, ez a Erdély Moldvában készült Fényerdők című fotó, eszén az ember és környezetét vizsgálja, de más munkáimban is találhatok, én nem akarom most így rabolni a szót. Hát még szeretnélek kérdezni majd az Aqua sorozatodról is, meg az Animal City sorozatodról is, persze, mert hogy bekészítettük, a Zsolt majd fogja mutatni. Most Balázs, te most lemaradtál az elejéről, itt a szociófotó fogalmát jártuk nagyon gyorsan körbe, nem is akarom én ezt már szerintem ragozni, tehát egy picit leporoltuk, és tőled szeretném megtudni, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és ne haragudj, egy picit így visszamegyek az időbe, de engem az érdekel, hogy mi történt veled 2008 és 2009 között New Yorkban. Tehát, hogy mit csináltál az ICP-be, mi történt veled, illetve ami engem érdekel, az az, hogy milyen hatásokkal találkoztál, vagy milyen másfajta aspektusokkal találkoztál, találkoztál-e újdonsága, vagy pedig már a meglévő attitűdöthöz találtál egy megerősítést? Húha. Igen, ez kicsit tudom, hogy nagyon régen volt. Ez egy ilyen 8-10-15 órás beszélgetés lenne. Ugye van ez a vicc a Winston Churchillről, hogy megkérdezik tőle, hogy mennyi időt készül egy félperces parlamenti felszólalásra. És hát mondja, hogy ez egy ilyen 10-16 óra, és egy ilyen másfél percesre, hát ez 4-5 óra, és ilyen 8-10 órás utcai beszédre kezdhetem? Tehát nyilván megleptél egyébként, de hát szükítsük le. Én akkor azt gondoltam, hogy az egy szakmailag logikus, és egy nem tudom, organikus dolog oda elmenni, kvázi tovább tanulni, és nyilván ennek volt egy olyan, nyilván ennek volt egy olyan vetülete, hogy ott is szerettem volna maradni Amerikában, nem feltétlenül New Yorkban, amiben aztán semmi, a világon semmi nem valósult meg, és nyilván az élet az maga írja át a dolgokat. Ugye mi most nem elég költöztünk az a Mátáról, aminek a millió olyan része van, ami rá lehetne fogni, vagy ami nem volt szimpatikus. Nagy vonalakban ezt elvitte a Covid, az Amerikát meg elvitte a 2008-9-es gazdasági válság. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezek azért így az én különböző válság, az én mindig jókor vagyok jó helyen, ez azért elég sokba kerül, és nagyon érdekes, pont ma gondoltam egy ismerősömre, akit a Gabi is ismer szerintem, a Bernie Jenelwiesre, aki másfél-két éve halt meg, és nagyon kevés olyan ember van, aki nekem aktívan és valóban része annak az egy másfél-két évnek New Yorkban, aki még így létezik, és hát ugye ez a Cornell Kappa által alapított iskola, aki ugye a Robert Kappa testvére volt, és szerette volna azon kívül, hogy megőrzik a negatívokat a magnumban, és hogy valamilyen utóélete van a halott testvérének és a kollégái munkájának, meg annak, ami mögöttük marad,
ezt egy alapítványba formálni, és aztán utána ezt egy iskolává tehát gyakorlatilag így nagyon szépen organikusan ment tovább a dolog. Ebből lesz egy iskola, ami azt hiszem az egyik legprogresszívebb oktatási intézmény, amit úgy hirtelen mondani tudnék, nyilván van egy csomó másik. Én azt gondoltam, hogy azt a fajta fotóművészeti tevékenységet, amit én addig végeztem, fogom továbbvinni, és ezt szélesíteni. Már az elején volt egy olyan elképzelés, hogy esetleg a fotóriporter osztályba, vagy a dokumentumfotó osztályba menni, de aztán erre végül nem került sor, és hát persze az élet az megint nem úgy működik, hogy az ember eltervezi, kigondolja, és aztán ezt végrehajtja. A roma családok, vagy roma közösség élni sorozatgyilkosság az abban az egy évben zajlott. És ez nagyon erősen beárnyékolta az én oklétemet, részben azért, mert elmentem egy olyan órára, aminek az volt a cím, hogy közelebb kerülni. És én addig városképeket, meg családi képeket csináltam, amiben megtehettem azt, egy olyan biztonságos közegben mozgók, amiben tulajdonképpen azt csinálok, amit szeretnék, mindenfajta külső zavar nélkül, ami a zavar azt jelenti, tettem mondjuk az én számomra, hogy egész egyszerűen belemerülni más emberek életébe, barátságokat kötni, részt venni, és egy csomó olyan kérdésre nem kellett válaszolnom, amire például mondjuk adott esetben a Gabinak válaszolnia kellett. Tehát azt lett mondani, hogy ő nyilván tudatosan hozta magát ilyen helyzetbe. Én ettől csomó ok miatt távol tartottam magam. Nagyon-nagyon visszalép az időben egyébként az, amit az Oli csinál, az nagyon-nagyon közel állt hozzám. Hát most már lassan ilyen 25 éve, de aztán a család unszolására én úgy gondoltam, hogy nekem semmifajta újságfotózásban nem szabad részt vennem, hanem valami egészen más irányba kell mennem. És nagyon nagyot ugorva ezen a bizonyos közelebbkerülés órán azzal a dél-amerikai tanárunkkal, én eljutottam oda több beszélgetés és feladat során, ez egy hétvégés workshop volt, hogy amikor én haza fogok menni 2009. augusztusában, akkor az első dolgom az lesz, hogy elmegyek Tatár-Szentgyörgyre, és megnézem, hogy ott mi történik a családdal, a családokkal. És tulajdonképpen az ICP-ben, ahol én egy ilyen klasszikus fotoművészeti képzésben vehettem volna részt, és tulajdonképpen abban az irányba mehettem volna, hogy hogyan tudom megvetni ott, nem tudom, az én merkantil lábaimat is, meg hogy abban a művészeti közegben hogyan tudnék részt venni, meg hogyan tudnék egyáltalán létezni, az tulajdonképpen így visszapattintott engem Magyarországra. És nagyon leegyszerűsítve a dolgot. És hát maradt az, vagy visszakerültem oda, ahova nem tudom, 18-20 évesen vágytam, hogy valamilyen módon szociológia, történelem, vagy újságírás, vagy fotós újságírás, ami kicsit később ugye a balkáni háborúk során foglalkoztatott, tehát valamilyen módon részt venni ebben az egész, nem tudom, jobbá tenni a világot egy fényképezőgéppel, nek a dilemmái, meg a bizonyos fokon a lehetetlensége, amivel szerencsére nem mondjuk 20 évesen találkoztam, hanem egy kicsit később, és ezért véletlen kevésbé szemtelenül és nagyképűen és falnak menő módon kerültem oda azok mellé, az emberek mellé, akik mellé nagyon kevesen kerültek oda, és azt merem feltételezni, hogy kevesebbet ártottam, mint hogyha mondjuk 20 évesen kerülök egy ilyen helyzetbe. Uh-huh. Ez valamennyire egyén értelmes, vagy ez csak nekem egy ilyen tökülő? Én értem.
Jó, okay. Tulajdonképpen arra lettem volna kíváncsi, hogy már itthon, ja. mielőtt elindultál, már megvolt egy ez a fajta fotózási attitűdöd, és ehhez egy visszaigazolást kaptál, mint a, itt a Robert Kápa szellemi. Nem. Vagy ott ért egy olyan hatás, hogy úristen, így is lehet fotózni. Hogy nem csak dokumentálok, hanem én rá is akartam térni majd erre a etikus fotográfia fogalmára nem sokára, tehát hogy ott ért esetleg valami olyan újdonság, amivel megváltozott a látásmódod, vagy megváltozott a fotográfusi attitűdöd? Hát nem, az emberi attitűdön változott meg, az változott meg, hogy leülök egy ember mellé, és akkor együtt vagyunk, és beszélgetünk, és megismerem, és egy ponton készülnek képek is. Nyilván, hogyha látod azokat a képeket, amiket nézünk, ott mondjuk egy tömegjelenetben, tehát mondjuk erre a képre gondolunk, amit most látunk, de mondjuk egy tömegjelenetben volt egy tüntetés a Keletinél, ott nyilván nem ülök le a tüntetők mellé, hiszen jönnek-mennek, tehát részt veszek abban a mozgalmasságban, és azt valamilyen formában mondjuk emellé a kép mellé szerkeztem, vagy nem szerkeztem, teljesen mindegy, tehát nyilván egy csomó minden szempontból hibrid, amit az ember, vagy én hibridnek látom azt, amit csinálok. Filmezhettem volna is, akkor még nem filmeztem igazán, tehát például ez az a bizonyos kép. De hogy egész egyszerűen a Keletibe is úgy mentem ki, meg Tatárszentgyörgyre is úgy mentem ki, vagy le, hogy a fényképezőgép a táskámban volt, és nem tájképeket, meg nem zsánereket fényképeztem, és kerültem a fényképezés során közel az emberekhez, hanem ezt az egészet félretettem, ezeket az egyébként tök jó eszközöket, amikkel adott esetben az ember bizonyos, mint egy ilyen színházi kellék oda tud benderülni valaki mellé. Ez ott jött, ez tök új volt ott. Én teljesen mással foglalkoztam addig, és teljesen más elképzeléseim voltak. Városképeket csináltam, akkor már nem, de nagyon sokáig városképeket csináltam, és az egy nagyon érdekes dolog egyébként annyiban reflektál az Zolira, arra, amit mondott, hogy egy csomó dolog nem működik Magyarországon, nem akarok mindig én ki lenni az, aki ezt kimondja, de hát most valaki mondja már ki, hogy az a Róma című városfotó albumom, annak van egy ilyen nagyon szép előszava a Kincses Károlytól, ami ilyen kedves, meg aranyos, meg minden, és hogy így egyszerűen én azt akkor sem, nyilván ma már le tudnám írni, hogy mi az a 20 mondat, amiről ezek a képek szólnak. És ez nem arról szól, hogy mennyire cool dolog üvegnegatívot önteni 1996-8-2000-ben, hanem arról szól, hogy ez egy teljesen világos összehasonlítása két tulajdonképpen rabszolgatartó elnyomó rendszernek az építészeten keresztül. Tehát persze az, hogy itt sétálgattunk egyébként nyáron, milyen kellemes a szép régi római földön guruló heverő oszlopok között, de hát azért azoknak, akik itt ezt akár építették, akár bizonyosokon elszenvedői és adakozói voltak, nem biztos, hogy hasonló emlékei vannak, és közben épül az 1940-es években egy Mussolini-féle irodanegyed, ami nem csak technikai vívmányok és egyebek, és nem tudom, hanem egy nyilvánvaló statement arról, hogy mi akkor a világ, és ez ennek az összehasonlítása, vagy ennek a párhuzamainak, vagy a párhuzamnak a felmutatása. Én ezzel kapcsolatban egyébként akartalak kérdezni, itt van a nem is tudom én hanyadik kérdés majd, úgyhogy szeretnék erre visszatérni, hogyha lesz rá időnk, vagy hát remélem, hogy lesz rá időnk. Gabit szerettem volna még arról faggatni, hogy bár most ez a Keleti tök jó téma lett volna, úgyhogy majd arra is szeretnék visszatérni a Keleti pályaudvarra, de most már itt kezd elágazni a beszélgetés, ilyen ezerféle szálon futna, de nem szeretném kihagyni semmiképpen azt, hogy nálad azt mondják a rólad, vagy a te munkásságodat leíró szövegekben egy nagyon hangsúlyosan van jelen az, hogy nálad a fotográfusi praxis összekapcsolódik a tanítással. Tehát, hogy ez a kettő egy ilyen
erős kohézióval van jelen. Ehhez kapcsolódik a kontaktfotoművészeti kurzusok nevű, hát iskola, intézmény, hagyomány, nem is tudom, minek lehet nevezni, mert azért ez már 2000 óta van, ha jól tudom. Mi zajlik itt? Beszélnél előre egy kicsit pár mondatban, hogy ez miről szól, miért, hogy találtad ezt ki, vagy miben volt ez más, mint a többi tanfolyam? Nagyon szívesen visszakapcsolhatok a Balázshoz egy pillanatra, csak erre a Róma sorozatra, csak hogy hirtelen ezzel még soha nem gondolkodtam, Balázs, de végülis én is onnan jövök, csak egy kicsit politikusabbak voltak a helyszínekkel kapcsolatos kérdéseim, de hogy a Szabad Európa Rádiónak a volt helyszíneit végigfotózni, vagy a politikai archívumokat fotózni, az ugyanez a csendesség, és hogy ott van mögötte a politika, de önmagában a kép lehet, hogy nem árulja el, hanem az egész, ahogy kiállítod, ahogy a szövegekkel, ahogy az utalásokkal viszed a nézőt. De valahogy én is onnan pattantam át aztán az utcai dokumentálásnak a világába, azt hiszem. Ez csak egy zárójeles megjegyzés volt, és akkor gyorsan a tanításra. Hát valójában, ahogy én tanítok, az egy kicsit abban a tekintetben rendhagyó, hogy egyébként nem igazán kedvelem az intézményeket, és nagyon-nagyon nem viselem jól a hierarchikus rendszereket. Úgyhogy ahogy én tanítok, azt gondolom, hogy azt bárhol teszem, bármikor teszem, az inkább egyfajta ilyen katalizátor szerep, amit csinálok, illetve keretezek, egy ilyen biztonságos fejlődési területet hozok létre, amiben nagyon sok a felszabadító energia és erő, és akkor eközben tanítok mellesleg fogásokat arra, hogy működnek ezek az eszközök, hogy működik a kép, és úgy próbálom vinni afelé a diákokat, hogy saját magukban találják meg azokat a lehetőségeket és értékválasztásokat, amik aztán így végigkísérik az ő szakmai fejlődésüket. Tehát ennek így egy része a fotográfia, és akkor a másik része az pedig a felszabadítás, hogy higgyenek a kreativitásukban, és akkor ez nem egy ezoterikus kurzus, hanem nagyon sokféle közös gyakorlaton megyünk keresztül. És ebben valóban én egyfajta ilyen támasz vagyok, tehát semmiképpen nem mester, semmiképpen nem irányító, hanem inkább egy, azt hiszem ez egy jó szó, hogy vagy trénerekhez hasonlít az én szerepem, vagy ez a katalizálás, ez azt hiszem elég jó. Tehát azért ebbe bele kell tennem nagyon sok energiát, de alapvetően együttműködésre épül, és hát van ennek módszertana, ha szabad varázsszavakkal élnem itt, akkor azért így nagyon reklámoznám a kritikai pedagógiát, mint egy pedagógiai módszertant. Talán ahhoz áll a legközelebb az, amit én csinálok, ami egyébként hát összefoglalva ugyanez. Tehát, hogy egy hierarchiamentes felszabadító pedagógia, amiben egyébként be tudsz jönni, most nagyon szélsőségesen fogalmazva, egy csoportba be tudsz jönni nulla felkészültséggel és nagyon profin, és mindketten együtt tudunk fejlődni, illetve ebben akkor én is, illetve be tudsz jönni írástudatlanul, és be tudsz jönni egyetemi professzorként ugyanabba a csoportba tanulni. Tehát valahogy ez egy ilyen nagyon érdekes közösségi fejlődés, amin én végigviszem ilyenkor az embereket, és gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy szinte mindegy, hogy milyen társadalmi csoporttal dolgozom, ez valahogy mindig így, ez a cél, és többé-kevésbé ez meg is valósul. Még egy rövid kis kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy néz ki a végeredmény, tehát hogy mi történik ezeken a tanfolyamokon, vagy foglalkozásokon, tehát a vége az egy, nem tudom, csinálnak egy sorozatot, vagy van egy projekt, amit végigcsinálnak, vagy kiállítjátok, vagy hogy lehet szembesülni az elért eredményekkel. Többféle vége lehet, ebben egyébként részben a csoport tud megállapodni, hogy milyen célokat akarnak elérni. Itt ugye, mivel így sokféle kurzust tartok, meg mindenféle workshopokat is, itt valóban a közösség tulajdonképpen így akár rögtön, amikor elkezdünk tanulni, meghatározzuk, hogy hova fogunk eljutni, akár útközben alakulhat egy közös célunk, de itt kétféle cél mindenképpen nagyon fontos. Az egyik az, hogy a képzések során el tud jutni A-ból B-be, és ez azt jelenti, hogy mondjuk
tud használni a fotográfiát, mint egy tudatos kifejező eszközt, vagy akár valamilyen célra szeretnéd a képkészítést használni, abba be tud ezt építeni, vagy ha mondjuk művészeti ambícióid vannak, akkor el tudja az önálló alkotás fele indulni. Ilyenkor portfólióval zárunk, tehát ilyenkor is egy ilyen komplexebb gondolkodásban összeállított kis könyve van szinte mindenkinek, hogy begyakorolja azt, hogy egyáltalán ez a fajta képszöveg és tudatosság, vagy a nyilvánosság tere, hogy működik. És akkor persze olykor ezek kiállításba fordulnak, de innentől még nem lenne különösebben más, mint bármilyen művészeti képzés. Ez onnantól érdekes, amikor be tud épülni egyébként a csoportoknak konkrétan tényleg más típusú céljaiban, mint eszköz, és egyébként ilyenkor már aktivista képzés és nem művészeti képzés, illetve ilyenkor jön ez a fotózás és aktivizmus. És akkor ezek most nem pártpolitikai értelemben véve gondoljatok politikára, hanem amit a Zoli mondott, éppen, hogy a civilség, és akkor ennek a legnemesebben szeretném ezt a szót, hogy civilség használni. Tehát az, amikor mondjuk, ha roma fiatalokkal dolgozol együtt, és őnekik van egy elképzelésük, hogy mit szeretnének megvalósítani, megváltoztatni az életükben, a településükön, elérni valamilyen változást oktatásban például, akkor ehhez lehet, hogy meg akarnak döntéshozókat szólítani, lehet, hogy közösségeket akarnak megszólítani, lehet, hogy az utcára fognak vonulni, ezeket nem tudod előre, de ilyenkor nagyon fontos, hogy végig gondoljátok a kép lehetőségeit, hogy hány ponton tudja segíteni az ő felvetésüket, úgy a művészet, kép, a szöveg, a képek tudatos használata, a közösségi felületek, egyáltalán hogy tud a kép a változásnak eszköze lenni. És még annyit szeretnék mondani, hogy én ennyiben érzem az erejét ennek egyébként, hogy például én egész egyszerűen nagyon szerettem volna hasznos lenni. Tehát, hogy nem legalábbis ugye a magam eszközeivel a leghasznosabb, amit ebből a kis szűkre szabott életemből ki tudok hozni. Uh-huh. Tehát, hogy ne álljak meg ott, hogy ábrázolok problémát, hanem gondoljam végig, még ha el is bukok ebben, mert hát olykor mérhető, máskor kevésbé mérhető sikereket könyvel el az ember ilyenkor magának, de hogy valahogy ebből minél többet ki tudj hozni úgy, hogy egyszerűen változásokat tudj generálni. Uh-huh. Ennyi volt egyébként, ami, meg hát a dühöm, hogy én magam is változásokat szerettem volna látni, úgyhogy ennek kerestem a formáját, meg az eszközeit és a lehetőségeit. Erről még szeretnének majd kérdezni, csak hogy a tanításról volt szó, és eszembe jutott, hogy Zoli is tanít, és a kisképzőbe. Erről nem tudom, hogy mennyire váratlan ez a kérdés, mert ugye a Balázst az elején sikerült így picit hanyat vágni, de hogy én arra lennék kíváncsi, hogy nálatok a kisképzőben, a fotószakon szóba kerül-e ez a fajta etikus fotózás, vagy egyáltalán érdekli-e, vagy benne van-e a tananyagban ez a, nevezzük szociofotónak, vagy nevezzük társadalmi érzékenységű képkészítésnek ezt a dolgot, tehát hogy ez az egyik, hogy a pedagógiai munkád során ez szóba kerül-e, másik pedig, hogy te hogyan értelmezed az etikus fotográfia fogalmát. És ezzel szeretném itt a keletihez egy kicsit visszakötni majd a beszélgetés menetét, mert mind a ketten ott voltatok a keleti pályaudvaron 2015 környékén. Hogy működött, és majd erre is válaszolj, légy szíves, hogy működött nálad az ottani fotózás ilyen egyrészt munkamódszer szempontjából, másrészt etikai kérdés szempontjából. Igen, sok minden. Ez most is sok volt, bocsánat. Megpróbálok megküzdeni vele. Tehát az oktatásban, tehát azt kell tudni, itt a képző és iparművészeti szakgimnáziumban, mivel középiskola, tehát 14 és 18 év között tanulhatnak, illetve van 5. évben egy 13. osztály is, tehát egy éves OK és képzés, illetve van egy esti osztály is, ott viszont már felnőttek jönnek. A 14 és 18 év között igazándiból ott
egyáltalán egy, az, tehát az a probléma, hogy nem mernek fényképezni az utcán embert. Tehát itt most igazándiból etikai kérdésről is beszélünk, én fontosnak tartom, meg elmondom, de az ember ábrázolásban nehézségek vannak, teljesen érthető, hogy de én azt gondolom, hogy a dokumentarista fotónak ez egy alapkérdése, hogy milyen helyzetekben lehet vagy nem lehet fényképezni. Akinek megy, azzal nincs probléma, tehát bátran és szabadon csinálja azt, amit csinál. El szoktam mindig mondani azt, hogy mi az, tehát kell egyfajta emberismeret, de hát mivel 14 és 18 év közöttiek, tehát hogy most nyílik ki nekik a világ, és a fényképezőgépükkel itt a városba az utcán fényképeznek, hát hogy tehát ilyen alap dolgok, hogy milyen embereket kerüljön, ezeket így végigvesszük. Én mindig írok nekik egy papírt, hogyha valakinek problémája adódik, hogy esetleg nem jó helyen fényképezett, vagy valakinek valami bármi emberi jogi problémája van azzal, hogy őt lefényképezték, hogy iskolai feladatra készítik a feladatot. Nyilván más problémák is előjöhetnek. Eddig még nem volt elég sok éve tanítom ezt a dokumentarista fotográfiát, és azon belül ezt a városkép, street fotót, és még nem volt probléma. A felnőtteknél ott az a helyzet, hogy egyszerűen ugyanúgy, mint velünk is volt az egyetemen, hogy valakit érdekel ez a dokumentarista fotó, azt csinálja és megy. De hát mindig van ez a megmérettetés, ez az első dolog, amikor először így felemeli a kamerát, és valakit szemből lefényképez, tehát ismeretlenül. És ezekre vannak módszerek, hogy mit lehet, mit nem lehet. Nekem az egyik ilyen legszebb, amit a Kudelkának most a mostani, hát ami legutóbb megjelent filmjében láttam egy olyan részletet, ami nagyon megragadt, hogy Izraelbe fényképezett, és hát közben ott van az operatőr mögötte, felvette az egész jelenetet, de oda jött hozzá egy fiú, hogy miért csinálja ezeket a képeket, és elkezdett olaszul beszélni, és egyszerűen nem értette a fiú, és aztán annyira megelégelte az egészet, hogy így ott hagyta és elment. De hát 100-ból egy ilyen, de nekem amikor problémám volt azzal, hogy fényképeztem, igazándiból nem is fotóztam, csak meglátták nálam, hogy van fényképezőgép. Tehát nem a fotózásra voltak kiélezve, hanem arra, hogy kiraboljanak, vagy megtámadjanak, de azt gondolom, hogy ez a fajta fotográfia, amit én csinálok, hogy emberek társadalmi problémákat járok körbe, a kornak a problémái érdekelnek, ebben benne van a pakliba. Tehát hogy ez azt gondolom, hogy ez velejáró dolog, és sajnos ma már egyre inkább nehezebb. A Facebook, a internet, a sok-sok képdömping mellett fényképeket készíteni nem olyan egyszerű. Viszont be a segíts, mert nem tudom, mi volt még a kérdés. A keletihez szeretnék visszamenni veletek egy kicsit, és az érdekel, közben mondom a Zsoltnak is, hogy a keleti pályaudvaros képeket keresünk. Igen, és nekem azt hiszem a portréknál lesz, tehát itt vegyesen van, nem lesz így blogban, hogy keleti, hanem a menekülteket fényképeztem. Nekem ez úgy jött ez az egész dolog,
hogy Budapesten már elég régóta fényképezek, gyakorlatilag a taxis blokkád óta. És hát vannak különböző koncepciók, amik mentén csinálom a képeket, tehát hogy ez nem egy anyag, hanem ez több sorozatról van szó. Az egyik a űrállomás címet viseli, a másiknak azt 3 éve kezdtem el, annak a munka címe a Budapest Anzix, és hát ugye a fotózások során a keletibe kimentem, hogy megnézem, hogy mi történik, és hogy készítsek képeket, és aztán rájöttem, hogy ez egy egész más történet, és akkor más technikával is fotóztam, tehát itt színes nagy formátumú gépet használtam, meg 2 panorámagépet, és hát így végigjártam a határokat, amiket tudtam, tehát a szerb határ, az osztrák-szlovén határ, Belgrádba eljutottam a pályaudvar mellett egy ilyen lepukkant gyárépületbe, itt pont az látszik, ahova behúzódtak, és hát úgy végigjártam. Nagyon, nagyon izgalmas volt, igazándiból rájöttem, hogy ez az én nekem folyamat, alkotói folyamat volt, izgalmas, hogy meg kell őket keresni, és nem mindig ott van, ahol én gondoltam. És hát itt a kommunikáció az egy kulcskérdés. Szerencsém volt, mert megismertem egy haditudósítót, aki Libanonban készített dokumentumfilmes, Vanai Tibor Péternek hívják, és akkor csatlakoztam hozzá, és aztán egy idő után együtt mentünk a menekült témában. Nekem ez így volt, az a keleti pár. Köszi. Balázs, be tudjuk rakni a Balázs keleti pályaudvaron készített képeit? Mi a kérdés a keleti? Igen. Az, hogy a portrékat szerettem volna megkérdezni tőle, egyszerűen elképesztő tekintetük van ezeknek az embereknek, hogy hogyan lehet azt elérni, milyen módszerekkel lehet azt elérni, hogy úgy nézzenek ezek az elképesztően kiszolgáltatott emberek, tehát akik vélhetően hetek, vagy nem tudom hány, 7 hónapok óta menetelnek, nem tudjuk, hogy hova, szerintem ők se tudják, hogy hova fognak kijutni, eljutni. Itt van egy ilyen átmeneti állapot az életükben, ez a keleti pályaudvar, és úgy néznek a kamerákba, minthogyha elmentek volna egy fotóstúdióba csináltatni magukról egy fényképet. Hát én mentem fotóstúdióként, tehát persze. Tehát, hogy valami nagyon különleges formanyelvvel működik ez, vagy nagyon érdekes. Én semmit nem csináltam, annyit csináltam, hogy a fényképezőképen túl elvittem egy ilyen, nem tudom, riporter vlogot egy softbox-al, egy állványjal, és aztán így elvegyültem az emberek. Oké, de most nem a technikai háttér érdekelt volna engem, hanem hogy ezeknek az embereknek a tekintetében hogy tudtad ezt a... Szeretnének emberként megjelenni a képen, tehát hogy ők a beszélgetések során azzal a tartással és úgy néznek a kamerába, hogy ahogy nem tudom, rád néznének, vagy egy másik emberi lényre néznének, vagy saját, vagy azt, vagy ahogy te azt szeretnék, hogy te nézzél rájuk. Mm-hmm. És ez semmi. Tehát itt a technikát csak azért mondom, mert hogy ez egy nagyon egyszerű helyzet, kvázi felkínálva nekik, amiben látták, hogy vagy szóba került, hogy megkérdezte valaki, hogy én akkor csinálok-e róla egy képet. Mm-hmm. És akkor mutattam, hogy itt a fényképezőgép, meg itt az eszközök, és rakjuk össze, és hogy hát így, hát mondom, így, persze, hát mert hogy most azok a fények, amik ott vannak, azok nem olyan szépek, és hogyha ha ő úgy érzi, hogy ezt tényleg szeretné, akkor legyen ilyen. És nyilván egy csomó ember odajött utána, vagy menet közben, és akkor kisebb-nagyobb beszélgetések zajlottak.
akik ott csörögtek körbe, tehát nyilván volt egy szemkontakt, meg egy érzékelés, hogy én ott vagyok. Az egyik lépcsőn ott ücsörgött. Közben nézhetjük, bocsánat, a Zsoltnak üzenem, és hogy nincs ebben, tehát tulajdonképpen én nagyon kevés dolgot csináltam ahhoz, hogy ezek a képek ilyenek legyenek, hogy az ő tekintetük ilyenek legyenek, ők ilyenek. Tehát, hogy egyszerűen pontosan az történik, hogy ő például, nem tudom, azt hiszem, Pakisztánból menekült, és elmesélett csomó dolgot. Ez egy tulajdonképpen olyan, mint hogyha ezek az emberek kérdés nélkül azokra a sztereotíp, rasszista, fasiszta, demagóg, propaganda hazugságokra válaszul, elmesélnék azokat a pillanatokat, amik elindították őket az úton, és azt, hogy körülbelül mire számítanak, vagy hova szeretnének menni, vagy milyen életet szeretnének. És ugye itt most megint akkor azt mondjuk el, hogy azért, ha tetszik, rettenetes a kifejezés, hatköteles férfiakat látunk, mert nyilván abban a kultúrában nem feltétlenül az asszonyok vagy a nők az elsők, akik oda jönnek fényképezkedni, és nagyon sokszor a férfiak azért menekülnek, mert hatkötelesek, tehát nyilván valamilyen háborúba elvinnék őket előbb-utóbb, tehát el fognak menekülni, vagy eljönnek azért, hogy szerencsét próbáljanak, eljönnek azért, hogy munkát találjanak, és utána a családjuk esetleg utánuk tudjon menni, vagy azért, mert mondjuk, mint ahogy ennek a fiúnak, ha jól emlékszem, nagyjából megüzenték, hogy akkor, ha ő nem megy, akkor jönnek és elviszik az egészt, vagy hogyha ő nem megy, nem áll be, nem tudom, a tálibok közé, akkor elviszik az egész családot, tehát ezt így döntse el, hogy mit akar, és hát nyilván ő azt a döntést hozta, hogy elmenekült, amivel a saját családját is bizonyos tekintetben beszélősodorta, de a család kívánsága vagy vágya az volt, hogy ő normális helyre kerüljön, vagy olyan helyre kerüljön, ahol legalább ez a fajta fenyegetettség az ő számára megszűnik, abban a reményben, hogy ők valahogy ott majd ezt a helyzetet kezelni tudják, hogy nem válnak el, vagy inkább csak ez egy fenyegetés, és ez valóban nem fogja senki ezt valóra váltani. Ilyen értelemben ez egy fajta katalizátor szerep, vagy nem tudom, hogy ott vagy, és hagyod őket olyannak lenni, amilyenek. Igen, értem, csak nekem az volt a furcsa, vagy nem furcsa egyáltalán, tehát hogy az volt a jó ebben az egészben, hogy ezeket a sztereotípiákat törte meg ez a sorozat szerintem, hogy úgy mutatta meg ezeket az embereket, mint egyének, mint akinek, vagy család történeteikkel együtt, mert közben az ember meg hajlamos egy ilyen bevándorló nevű masszaként tekinteni ezeket az embereket, és pont ezt törted meg ezekkel a képekkel szerintem. Itt nyilván van egy nagyon bennem is egyfajta dű azzal, vagy bennem van egy dű a propaganda butasággal szemben, mert hogy egész egyszerűen én is lehetnék ugyanebben a helyzetben, mint ők. Hát azt látom, hogy a sajtóban nagyon sokszor nem feltétlenül a sajtófotósok hibájából, de bizonyos sokon az ő lencsékön keresztül. A szerkesztők nagyon sok esetben sztereotíp és nagyon rossz, egy adott esetben rossz keretezésű, vagy rossz felvetésű képi világgal jelenítik meg ezt, ami történik. És amit a Zoli mond, hogy egy csomó kép nem jelenik meg, vagy más dolgok jelennek meg a magyar sajtóban, az nagyon-nagyon kevés lapra, egy-két lapra, vagy egy lapra leszűkíthető lényegében, hogy hol látsz olyan dolgokat, amik tartalmilag meg megközelítésében nem azok a sztereotíp ábrázolások, amik illusztratívak. És ez a legnagyobb problémájuk, hogy miközben azt gondolom, hogy nyilván egy csomó, ez egy illusztratív kép, amit látunk,
de amelyek nem feltétlenül sajtófotó nyertesek akarnak lenni, és ezzel most mindenkitől elnézést kérek, hogy halálosan megsértettem azzal, hogy pályázott a sajtófotóra egy jó képpel, és ezért aztán most azt gondolja, hogy én azt egyfajta rossz indítatásnak gondolom, vagy egy rossz intenciónak gondolom. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor a sajtóban olyan képszerkesztéseknek vetik alá magukat sajtós fotósok, és olyan képeket várnak tőlük a szerkesztőik, amelyek szinte lehetetlenné teszik azt, hogy közelebb kerüljenek emberekhez, szinte lehetetlenné teszik azt, vagy akár teljesen lehetetlenné teszik azt, hogy nem azt, amit én csináltam, hanem azt, hogy olyan pillanatok jelenjenek meg, amelyekre a következő pillanatban ne tudnék hozni egy olyan szélsőséges mondatot, akár a jelenlegi kormánynak, akár a szélsőjobbnak a repertoáriából, amit alá lehet írni, hogy tessék látni, itt, na erről beszélünk. Na most, amikor a kép ezt ennek ágyaz meg, akkor egy elég nagy probléma van, és ezt iszonyatosan nehéz megcsinálni. Nem pálcát szeretnék senki fölött törni, csak azt mondom, hogy nagyon sok olyan kényszernek vetik magukat ma a sajtóban dolgozó kollégák alá, ami megakadályozza sokszor őket abban, hogy még olyan elmélyültek legyenek, szerintem amilyenek szeretnének lenni. Tök érdekes, mert most már többször is elhangzott itt ma este ez a sajtókritika, kortárs magyar sajtókritika. Tehát, hogy megérett az idő alapítani egy új, nem tudom, egy ilyen képes Európát, vagy egy új képes hetet, nem? Majd gondolkozzunk rajta, biztos lenne ötletünk. Vagy hát most akkor a Gabit a kezdve, neki lenne vajon ötlete ez az új megálmodott sajtó orgánumhoz. Van egy blogod, amiből most szeretném a képeket is mutatnánk, a Freedok. Ja. Ami egy archívum, egy képes blognak is lehetne nevezni. Remélem, hogy jönnek a képek, igen. Igen, és tulajdonképpen ugye ezek a képek, amiket eddig is, ha elkezdtünk vetíteni, belenéztünk, de nem akarlak megakasztani, csak néha olyan fontos dolgokat mondtok ki, hogy így nem bírok nem kapcsolódni ezekhez a gondolatokhoz. Kapcsolódj. Csak közben a Freedokot akartam el, majd akkor azt is mondjam. Kicsit álljunk meg azzal, mindjárt szívesen elmondom. Csak hogy nagyon érdekes ez, hogy a 2015-öt behoztátok, és a menekült emberekről készült képeket, mert annyira fontos, hogy kimondta például Balázs azt, hogy egész egyszerűen emberekről, tehát konkrét egyénekről van szó akkor, amikor menekülnek, és konkrét emberek, konkrét arcait látod a képen, hogy azért mi valóban benne voltunk, és benne vagyunk egy őrületes uszításban ellenük, ahol egyébként megfosztják őket a saját személyiségüktől, és egy ilyen masszaként kellene rátekintenünk menekülő emberekre. És az, hogy te visszaadod a méltóságukat, egész egyszerűen a normalitásba helyezed el őket, az önmagában egy politikai állásfoglalás ebben az esetben, akár kimondjuk, akár nem mondjuk ki, ez az. És nagyon szép gesztus, mindazzal együtt, hogy én egyébként nagyon féltem anno attól, hogy fényképezzünk-e ilyen helyzetben, hogy arcokat mutassunk-e ilyen helyzetben, mert nem lehetett pontosan tudni, hogy mi történik a családokkal. Tehát ők valóban menekülő emberek voltak, jöttek olyan hírek, hogy a hátramaradott családokon bosszút állnak, és azért, mert képeket láttak a menekülő előre ment családtagokról, és hogy ha jól emlékszem, még talán volt is egy ilyen Facebook beszélgetés kollégákkal, hogy ki hogy viszonyul ehhez a kérdéshez. És akkor szóval az etikához egy kicsit itt visszajönnék, hogy nem csak, hogy az egy ilyen egészen fontos kérdés, hogy a sztereotípiák ellenében hogy tudsz te megjeleníteni embereket, hogy ne erősíts rá erre öntudatlanul, akár jó szándékkal a sztereotípiákra. Tehát, hogy sajnos sokszor nem a szándéka rossz, amivel egy fotós kimegy, hanem egész egyszerűen legjobb szándéka ellenére is meg tudja erősíteni ezeket a sztereotípiákat.
vagy egyszerűen rosszul sülnek el a gesztusai, vagy a kép végül máshogy máshol kommunikál, mint amit ő szeretne. De nem csak ez nagyon fontos, hanem az is, hogy be tud vonni ebbe a szereplődet, hogy ő pontosan abba tudjon beleegyezni, ami történik a képpel. Tehát, hogy én nagyon sokszor azt gondolom, hogy például az emberek, akiket lefotózunk, a figyelembe egyeznek bele, a törődésbe, a te odafordulásodba, és nem mindig tudják felmérni, hogy a kép, a róluk készült kép aztán hol, hogyan, és mit fog üzenni, mit fog kommunikálni, és főleg nem tudják feltétlenül felmérni, hogy milyen következményekkel járhat. És ez mind a te felelősséged szerintem, aki elkészíted azt a képet. És nem lehet kibújni alóla. Nem szabad kibújni az alól, hogy erre újra meg újra rákérdez. Igazából egy kicsit az etika is idejön, hogy nyilván nem fogunk alvó embert fényképezni, nem fogunk elesett embert fényképezni, nem fogunk bódult állapotban levő embert, senkit nem fogunk lefényképezni, aki nem tud beleegyezni a kép elkészültébe. De nyilván, hogyha egy háborúba fényképezel, ott másik etikai kódexet kell majd elővenni, és ezeket mindig végig kell zongorázni vagy gondolni. Tehát, hogy itt nincs menekvés, és nincsenek teljesen kész forgatókönyvek szerintem, csak kibújni a kérdések alól nem lehet, hogy rosszabb helyzetbe hozd a képeddel azt az embert, aki eleve rossz helyzetben van, na az az, ami szigorúan tilos. Tehát az... Bocsánat, csak egyetlen egy gondolat, hogy nem, tényleg csak egyetlen egy gondolat, hogy az nekem egy elég nagy kérdés volt, vagy nem elég nagy kérdés volt, hanem hogy az egy kérdés volt, hogy mikor lehet ezeket a képeket publikálni, akár csak az én Instagram oldalamon, mert hogy marha jó, mert tök jól sikerült, és olyan szuggesztív, hogy néz, és elmond valamit, és lehet-e hány nap, tehát ha már vélhetően elhagytam Magyarországot, ha már vélhetően megérkezett valahová, ha már vélhetően a család, tehát meddig kell várni, vagy meddig kell azon egyáltalán azzal foglalkozni, mert abban a pillanatban, amikor ezek, vagy azután, amikor ezek készültek, akkor ezért egy nagyon-nagyon csúnya csiki-csuki játék zajlott, és ezért arra szerintem a legtöbben emlékszünk, hogy ott Bicskén azért valaki szívrohamot kapott, amikor menekült a rendőrök elől, és ez akkor is a rendőri vezetés és az állam felelőssége, hogyha ez egy teljesen jogos, szakszerű, a adott esetben semmifajta fenyegetést nem tartalmazó rendőri intézkedés volt, csak kizárólag valaki félreértett egy helyzetet, és ebben baleset történt. Nem ez volt, mert ugye ott egy eltérített vonatról szedték le az embereket, akik azt hitték, hogy Ausztria felé tart a vonat, de hát ilyet nem lehet megtenni, és nyilván ebben a légkörben képeket publikálni, úgyhogy valaki tökéletesen felismerhető, az egy nagyon komoly kérdés, hogy ez szabad-e vagy nem szabad. És hogy sajnos ez jön elő, hogy szabad-e vagy nem szabad. Tehát, hogy ez... És még egy kicsit visszacsatolnék ide, hogy képzeljétek, én akkor éppen megkaptam egy ösztöndíjat, tehát nekem akkor el kellett utaznom, és rettenetes érzés volt, hogy egy ilyen kivilágított, gyönyörű New York-i interiőrben találod magad, itthon pedig zajlik a dráma, tehát hogy valahogy ott tényleg át lehetett élni azt, hogy ott vagyok haszontalannak, amikor egyébként itt meg lehet, hogy szükség lenne arra, hogy valamilyen módon közvetítsünk. És akkor azt szeretném mondani, hogy rettenetes híre volt Magyarországnak, tehát hogy ott nem lehetett tévét úgy bekapcsolni, hogy ne a röszkei képeket nézted New Yorkban, tehát hogy elképesztő volt. És akkor végül is azt tudtam én is ott csinálni, hogy elkezdtem az itt készült képeknek ott megtalálni a lehetőségét, hogy beszélgetéseken, előadásokon és ilyen nyilvános fórumokon be tudjuk mutatni, és például pont az ottani ilyen szíriai diaszpórával, meg ottani ilyen aktív menekülő emberekkel együtt működve tudtam innen aztán oda a képeket vinni. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon intenzív időszak volt ez szerintem, és nagyon komoly lehetőségei voltak a fotográfiának, és nagyon fontos szerepe volt,
hogy elkészüljenek nagyon érzékeny anyagok Magyarországon, hiszen olyan ellenhatásai voltak ezek a propagandának, hogy egyszerűen tétje volt, hogy kimennek-e a fotósok fotózni a legnagyobb empátiával és a legnagyobb, a legfelkészültebb etikai. Akár csak saját magadnak. Tehát úgy, hogy abszolút. Tudod, hogy ezt a Facebookon osztogatják emberek adott esetben, és semmi másról nem szól, mint hogy 20-30 ember nem azt látja, hogy ami a butaságot ismételgeti, hanem meglát egy emberi arcot. Egyébként pont a sorozatgyilkosságban érintett családok közül mesélték sokan, hogy nagyon-nagyon meg voltak ijedve menekültektől, és amikor elkezdtek normális képeket látni rá róluk, akkor pontosan azt látták, hogy ezek az emberek olyanok, mint ők, mint saját maguk, és teljesen megváltozott a kép. Tehát az, amit addig elhittek, hogy itt most baj lesz, és nem tudom, mik jönnek és mit jönnek, az teljesen az ellenkezőjére fordult. Na csak azért szerettem volna ezt megszakítani kicsit, mert az egyik ilyen hallgatói kérdésünk az ide kapcsolódik pont. Nem tudom, hogy olvastátok-e közben. Igen, azért is kell. De, hogy ezért beszél, igen, mert itt megjelenik az etikai kódex fogalma. Felolvasom, tehát Lados Noémi kérdezi, hogy mit gondoltok, van-e mozgósító társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe, felelőssége a fotósnak, mint művésznek, van-e valamiféle egységes etikai kódexe a fotósoknak? Erre, tehát ez az egyik, ami eszembe jutott, hogy a társadalmi folyamatokat indukáló, az embereket egy picit befolyásoló, vagy a szemlélet változó funkciója a fotónak egyébként óriási, tehát hogy ebbe szerintem egyetértünk, de nagyon jó példa rá a Sebastián Salgado történet, nem tudom, hogy megvan ez nektek, ez a esőerdő telepítő sztori, hogy ez például egy mindenki által ismert és tisztelt fotográfiai életmű, aki egyszer csak ebből kilépve, vagyis ezek szerint nem teljesen kilépve, mert hogy szervesen együtt van nála is a környezet és a természet, védelem és a fotózás, és egyszer csak egy ilyen valóságos, aktív cselekvésbe megy át a praxis, hogy látjátok, és egyáltalán mi a véleményetek erre a kérdésre. Zoli? Igen, ismerem a filmet is, meg az egész kezdeményezés fantasztikus dolog, meg hát az a Genezis sorozat is számomra nagyon közel áll hozzám. Nagyon fantasztikus az hogy visszaültetni fákat, és tényleg megmenteni földterületeket. Tényleg azt gondolom, hogy ez egy olyan nem csak a fotósoknak szóló, hanem az egész társadalomnak szóló dolog, hogy hogy lehet valamit tenni a földért. És ez tényleg különleges. A felelősség, meg etikai kódex, és szerintem itt gyakorlatilag arra a kérdésre, itt a Gabi nagyjából válaszolt is, és a Balázs is. Én még egy dolgot tennék hozzá, most független attól, hogy tehát nem a menekültek problémaköre, hanem bármilyen társadalomábrázolás dokumentarista fotósorozatnál, hogy a fotósnak ott érzem a fontos szerepét még, hogy a képeinek, vagy sorozatának, vagy akár egy képnek az útját terelgetni kell, kezében kell tudni tartani. Tehát nem mindegy magyarán, hogy hol jelenik meg, milyen kontextusban jelenik meg az a kép. És itt lehet persze szakmai tapasztalatok, de hogy nagyon sok fotósnak ugye a megélhetés, tehát hogy pénzért fényképez, ezért neki az így nem, tehát hogy kell az, hogy főleg a szabad foglalkozás, hogy megjelenjenek képek, de hát valamikor muszáj megállni, tehát muszáj félretenni ezeket az anyagi dolgokat, és a nemet mondani bizonyos helyzetekre, vagy akár felkérésekre,
hogy mondjuk az ott nem jelenik meg, azt mondom, hogy én nem adom el, meg nem szeretnék ott publikálni. Tehát ez számomra fontos dolog. A mozgósító társadalmi szerepe a fotónak, hát ma már én azt gondolom, hogy egyre kevesebb, hisz olyan borzasztó dolgokat látnak, tehát hogyha most arra gondolok, hogy egy haditudósítónak a munkáját vagy képeiből bármit beemelünk, akkor azt kell mondanom, hogy akkor már nem kéne háborúzni, tehát nem kéne háborúkat folytatni, mert mégis van háború, mégis vannak fegyverek, és lövöldöznek egymásra emberek. Tehát, hogy igazándiból felmutatni tudunk, én inkább ezt tartom helyes kifejezésnek, tehát meg tudunk mutatni problémákat, fel tudunk mutatni képeket, és ez nagyon fontos. Tehát magyarán szemeket ki tudunk nyitni, el tudunk gondolkodtatni embereket, hogy ez politikai szinten esetleg az, amit ugye Louis Hain megcsinál, Jacob Riis, hogy törvényeket hozzanak létre, hát én ebben nem hiszek, nem tartom olyannak már a fotót, hogy ennek ekkora ereje legyen, de legyen, tehát ne legyen igazam, és legyen másképp. Ennyi, hát az etikai kódexsel kapcsolatosan egy tényleg az egyetemi történetek egyike, az nekem mindig nagyon erőteljesen ott nyomot hagyott, hogy egy alkalommal eljöttem, a vége volt az előadásnak, és mentem hazafelé, és a Iparművészeti Egyetemből van szó, ugye a MOME, ott előtte vannak parkolók, és az egyik parkolóban láttam egy idős bácsit, aki, hát először azt hittem, hogy aludt, és így jobban megnéztem, és így nem lélegzett, meg elég sápat volt, és akkor hát én ugye egyből bementem a kollégiumba, és mentőt hívtam, és aztán jöttek, most tényleg nem akarok neveket mondani, de hogy így megkérdezik, és lefotóztad, meg van képed, és eszembe se jutott. Tehát egyszerűen aztán kiderült, hogy szívrohamot kapott, még épp le tudott állni, beparkolt, jöttek a mentők, és elvitték. Tehát vannak olyan helyzetek, azt gondolom, ami tehát nem is kell kódex, hanem az így benne van, hogy nem. Mondjuk jó hír, hogy inkább életet mentünk, mint hogy lefényképezzük. De átkaphatom itt egy pillanatra a szót. Csak azért, mert ez azért egy ilyen érdekes dolog, hogy meddig terjed a fotó ereje, vagy van-e mozgósító ereje, vagy a társadalmi folyamatokat befolyásolni tudja-e. Tehát, hogy erre tényleg lehet... Tehát egyszerre igaz ez a szomorúság is, hogy bizonyos szempontból kiüresedik, vagy elveszíti ezt az erejét, de hogy azért nekem például az a tapasztalatom, hogy ha nem önmagában tekintünk a képre, hanem tényleg egy folyamatban tudja a kép megtalálni a helyét. Egyébként persze itt lapozhatunk ebben a Freedogban is, csak valahogy lehet, hogy egyszer jó lenne az első képtől elindítani, hogy azért vannak olyan esetek, amikor tényleg eljut, ahogy a Zoli hivatkozott erre, így törvényalkotásig egy folyamat, és abban a kép meg tudja találni a helyét. Tehát, hogyha közösségekkel dolgoztok együtt, akik egyébként bizonyos szempontból politikai célokat is kitűznek maguk elé, akkor egyszerűen be tud épülni a kép, akár be tud épülni ilyen szempontból a művészet is ebbe a folyamatba, és meg tudja találni ebben a helyét. És akkor itt erre én mondok nektek egy olyan példát, ami például a Város Mindenkié csoporttal történt, így évekig tartó ilyen hosszú együttműködésünk volt, illetve hát bizonyos szinten ez még ma is folyik, aminek van következménye. Ez a csoport, ez hajléktalan emberekből áll, hajléktalan aktivistákból áll, akik és az ő támogatóikból, és
ezek az aktivista emberek hát minden olyan kérdésben, ami a hajléktalansággal kapcsolatos és a magyarországi ilyen lakhatási kérdésre megoldást vagy választ kidolgozó csoport együttműködnek. Számtalan irányba ágazik el egyébként ennek a csoportnak a munkája, és nagyon tudatosak a képhasználatban. Én magam is velük dolgoztam hosszú évekig, tehát hajléktalan aktivista embereket tanítottam fotózni, hogy ők tudják a saját mozgalmukat rögzíteni, a saját kampányaikat végigcsinálni. És az az igazság, hogy ebben nyilván meg tud jelenni a művészet is. Én mondjuk most nem hoztam olyan típusú fotókat, talán pont azért, mert jobban szeretném, ha ők fotóznák le a saját élethelyzetüket, és nem kívülről érkeznénk mi beszélni helyettük. No, de a lényeg, hogy el lehet érni sikereket. Tehát itt az ő esetükben például volt egy nagyon érdekes folyamat, hogy egy kunyhóbontást, ahogy végigfotóztunk a maga drámájával, vagy végigfotóztak a maga drámájával, egészen odáig, hogy pert nyertek aztán a hajléktalan emberek, amiben az első magyarországi ilyen kártérítési pert meg tudták nyerni, amiben például ezek a fotók ilyen bizonyíték erejűek voltak, plusz egyébként még ráadásul nagyon értékes, szép és fontos mély fotográfiák voltak. És akkor nem azt akarom mondani, hogy legyenek a fotográfiáink rendőrségi fotók, hiszen ez egy ilyen művészeti találka, de ott aztán az egész folyamatot a tanítványaimmal együtt, a per folyamatot is végig dokumentáltuk. És akkor itt nagyon érdekes, hogy ugye Balázs is végigment a romák elleni gyilkosságok per folyamatán is, képekkel is. Tehát itt vannak ilyen összekapcsolódások, vagy hasonlóságok a praxisunkban, de hogy végigfotózva egy ilyen folyamatot és emberek küzdelmét, az olyan szempontból siker, hogy egyszerre a szegénység történetéhez is hozzá adódnak ezek a képek, és nagyon hatékony eszköznek bizonyulnak, és a mostani magyar politikai teret például formálják. Tehát az, hogyha a demokráciában hinni akarunk, és abban, hogy segítsünk egymáson, és hogy reménytelen helyzetből kifele vezető utat akarjunk egymásnak mutatni, ebben ezek nagyon fontos lépések, és ebben van a fotónak és a fotóművészetnek lehetősége. Nem azt mondom, hogy felelőssége vagy kötelessége, nem vagyok ennyire radikális, de hogy lehetősége mindenképpen van. Ma mi döntjük el, hogy milyen utat választunk alkotóként. Balázs eltűnt, pedig annyira szép, szépen át lehetne kötni a Hidegvéres sorozatához ezt a gondolatmenetet. És én meg is akartam még külön mutatni, nem tudom, hogy majd ha visszajön, akkor gyorsan átadjuk neki a szót. Azt szeretném kérdezni, hogy nektek amúgy mi lenne az ideális, tehát hogyha hogyan jelennének meg ezek a fotók, projektek, fotósorozatok. Zolinak van két albumja, ugye az Aqua és a Fényerdők. Az Aquát még nem is tudom, nagyon nem is mutattuk ma este, ha jól emlékszem. Gabi, neked miben éreznéd azt, hogy így megfelelően becsatornázódott oda, ahova ideálisan gondolnád ezeket a dolgokat? Vagy nálad ez a tanítás és a civil aktivitással tulajdonképpen teljessé válik a folyamat? És aztán majd a Zoli nagyon jó a kérdés. Azért csak, mert én ugye korábban viszonylag gyakori kiállító voltam, tehát hogy éppen, hogy a kiállítóterek elegáns csendjéből, ahol már voltak ilyen történelemmel, szólásszabadsággal kapcsolatos kérdéseim, szóval, hogy onnan ugrottam ki az utcára, és hagytam ott a kiállítótereket, lehet ezt mondani, de egyébként ennek nem az volt az oka, hogy például ne gondolnám azt, hogy ezeknek a fotóknak is van helye a kiállítóterekben, hiszen a kiállítóterek azok a gondolatterei, azok a közös társadalmi tereink, tehát hogyha nem
Tehát nem azért állítunk ki, mert meg akarjuk magunkat ünnepeltetni, hanem azért, mert kommunikálni szeretnénk valamiről, ami feszítő és fontos kérdés. És a képpel tesszük ezt. De én annyiban csalódtam, hogy egyrészt ezek a terek már elvesztették abban az értelemben véve a függetlenségüket, amit én szerettem. Tehát azért az, hogy így nagyon egyirányú és pártpolitikai irányítás alá tudtak kerülni, még ha ilyen rejtetten is, az azt jelentette, hogy én ezeket ne adjam oda, ezeket a gondolataimat vagy kincseimet ezeknek a tereknek, tehát hogy én nem akartam onnantól ezzel együttműködni. De egyébként az összes többi használatba vétele az jó a képeimnek, tehát hogy így igazából az a blog, amiről beszélgettünk, az arra van nagyjából, hogy egyrészt az is körül tudjon nézni az én tekintetemmel, aki nem volt ott egy-egy ilyen társadalmi eseményen, vagy egy ilyen helyzetben, vagy egy ilyen szituációban, amiket én lefotóztam, legyen ez egy tüntetés, legyen ez egy megünneplés, legyen ez egy akció, legyen ez egy tiltakozás. De nyilván ezek a közösségi fórumokon, a közösségi médiában is továbbosztódó képek, én ilyenkor nem látom pontosan az útjukat, illetve van a civil szektornak egy használatba vétele, és ugye vannak még a művészeti, társadalmi kérdésekre érzékeny művészeti felületek, akik előszeretettel élnek az én képeimből, és ugye a megjelenő Magyarországon is megjelent független, inkább tulajdonképpen a jogegyenlőségben és változásban hívő új média felületek is használják ezeket a képeket. Mm-hmm. Szerintem ott jó helyen vannak, viszont szeretnék vele visszatérni kiállító terekbe, csak nagyon fontos, hogy azok ugyanazokat az értékeket képviseljék, amiket én is, hogy függetlenek legyenek, abban az értelemben véve, hogy kritikusak és szabadok tudjanak maradni, és ezeket az alapvető emberi jogokat ők is a legkomolyabban vegyék, tehát ne hierarchikus terek legyenek a szép fehér középosztálynak fenntartva. Ez pontos volt. Zoli? Hát nálam a több csatorna van, amit említettél, ugye az egyik az, hogy könyv formájában. A, borítója. A másik a kiállítás kiállító terekben, és hát a publikáció, ami vagy a kiállításból jöhet létre, vagy egyszerűen csak én megyek utána, és tartom fontosnak az, hogy az jelenjen meg. Hogy olyan, hogy teli találat, hogy olyan anyagom, ami olyan helyen jelent meg, és hogy fantasztikus együttállás volt, tehát én olyat nem tudok mondani. Igazándiból a könyvvel is, tehát az a ami a saját két könyvvel, mert saját magam jelentettem meg, tehát ez azt jelenti, hogy a terjesztést is, a mindent én csinálok vele, és hát ez így nem könnyű, meg nem egyszerű, hogy egyáltalán tudjanak az emberek róla. Ennyit tudok elmondani. Jó, köszi. Mert közben Balázs, visszajöttél. Most itt vagy akkor? Én azt képzelem, igen. Most itt leszel? Mert akkor még nagyon számítatok rád, míg a elkövetkező pár percre. Mert akkor mindenképp szerettem volna megmutatni, vagy még beszélni egy kicsit a Hidegvérrel című sorozatodról. Mutassuk meg, ha lehet. És igen, itt az egyik, amit akartam mondani, vagy szerettem volna erről beszélni, hogy az nem csak a Hidegvérre vonatkozik, hanem egy csomó másik sorozatodra is, tehát a Keletisre, a Take Me Dancingre is, vagy ezeknél is eszembe jutott az, hogy nagyon összetettek ezek a sorozatok, tehát nem feltétlenül csak egy ilyen primer jelentése van, ami mondjuk így a sztorival kapcsolatos. Itt ugye most a romák elleni gyilkosságok
áldozatainak, túlélőinek, elszenvedőinek a portréit látjuk közben, hanem nagyon mély jelentése van. Gyakorlatilag ilyen rendszerkritikaként is lehet értelmezni ezeket. Tehát akár a, nem tudom, a rendőrségünk, akár a szociális hálózatunk, akár az oktatási rendszerünknek egy ilyen abszolút, nem is tudom, ilyen inkompetens állapotáról egy ilyen tanúbizonyság. Ez a sorozat is, de elmondom az összes többi is. Te hogy látod ezt? Elfejtettem, mit akartam kérdezni, mert ezeket csak... megcáfolni, nyilván, hogy nem, minden rendben van, de nyilván nem tudlak. Tehát amikor az ember azzal találkozik, hogy nincs segítség, mert mindenki, akinek valamilyen formában ez az ő helyzetükkel, mondjuk, tehát a sorozatgyilkosság túl, nevezzük túlélőnek őket, segíthetne, vagy segítenie kellene, ellép ez elől a helyzet elől valamilyen hivatkozással, adott esetben azzal, hogy neki akkor van dolga, hogyha a család konkrétan megkeresi, neki akkor van dolga. Mindig van valamilyen adott esetben akár jogilag teljesen tiszta pillanat, amivel ki lehet lépni abból a szerepből, amiben az ember azt gondolná, hogy de hát ott nyilván minden rendben van, mert hát kapnak segítséget, akkor természetesen nem tudom azt mondani, hogy hát ez nincs benne rendszerkritika. Én lennék a legboldogabb, hogyha ez nem így lenne. Tehát én nem úgy mentem le Tatár-Szentgyörgyre, hogy milyen jó lehetőség arra, hogy adott esetben bármilyen hivatal, hatóság, iskola, bárki orra alá borsot lehessen törni, és pálcát lehessen fölötte törni, és ki lehessen mutatni egy ennyire kiélezett helyzetben, hogy bizony valaki nem működik jól, lám-lám-lám, pedig én aztán igen, mert még én is fel tudok ülni egy buszra a Népligetnél, és le tudok menni, és tudok segítséget vinni a két kis kezemmel. Ellenben azok, akik ott helyben vannak, azok valamiért nem. Tehát mondom, én lennék a legboldogabb, hogyha ez nem így történt volna, de hogy egyszerűen bénító és bőszítő az, hogy ez történik, hogy mondjuk éveken át, ugye engem 2013 decemberében a Renáta, Jakab Renáta, akinek a kisfiát és a férjét ölték meg, az ő ügyvédje megbetegedett év végén, és határozott kérése volt a családnak is, és nekem is, hogy a 2014-es kárenyhítés előtt legyen, ugye akkor volt a várható volt, vagy lehet, ez 14 végén volt, mindegy is, ugye nem az első fog után, tehát 14 végén volt, Balogh Zoltán meglátogatta őket, és megkértek, hogy természetesen, ahogy már máskor is, más helyzetekben is, ahol beszélni kell, legyek ott. Ugye nem azért kell beszélni, mert én vagyok a fehér ember, és én jobban tudok beszélni, hanem azért kell beszélni, vagy azért kell, hogy ott legyen valami fajta segítség, mert hát itt súlyos PTSD-je van ezeknek az embereknek. Tehát itt ez nem csak arról van szó, hogy ez megtörtént, azt nem majd valami fajta kisebb-nagyobb anyagi ráfordítással eltemetik a halottakat, meg bevakolják a golyónyomokat, hanem életminőségi rontó helyzetek vannak, nagyon csúnyán és bénán mondva, tehát szükség van arra, hogy ott álljon valaki, és adott esetben átvegye a szót, vagy valamilyen formában, más módon is meg tudjon fogalmazni valamit. 2014 óta teljesen világos volt a lényegében a mindenkori Emmi számára, hogy milyen fűtési és milyen gyógyszeres helyzetek vannak, milyen betegségek vannak, milyen problémák alakultak ki támadások nyomán, és hogy mik azok a lépések, amiket meg lehetne tenni. Ha még
nem is nevezik ezt egy teljes körű rehabilitációnak, a személyre szabott rehabilitációs programnak, meg nem adnak életjáradékot, mint tudom én, még akkor is egy csomó fajta lehetőség lett volna, és minduntalan azon kívül, hogy egyébként elhangzott adott egy adott pillanatban, hogy Balázs őnek szép a lelke, amire én nagyon udvariasan és finom fiú módjára válaszoltam, nem azt, amit szerettem volna természetesen, hogy hát helyben kell. Na most hát helyben nem történik semmi. Tehát amikor emberek nem tudnak mondjuk A-ból B-be elgyalogolni, mert egyszerűen mondjuk félnek, vagy egyszerűen azért, mert volt olyan település, ahol a polgármestertől rettegtek még a saját kollégá is, akkor nincs helyben segítség. Tehát mondjuk amikor az Emmi levelezett egy konkrét családdal, akkor nem merték a polgármesteri, megkérték, hogy ne a polgármester hivatalba, a polgármesteri hivatal dolgozói, nehogy ne oda küldjék a hivatalos levelet a minisztériumból, mert a polgármester úr nem fog örülni neki. Na most így elég nehéz bármit is csinálni, és azt mondani, hogy helyben majd lesz segítség. Tehát helyben nincsen olyan pszichológus vagy pszichiáter, aki ilyen ügyeket tudna kezelni. Tehát ugye ez nem arról szól, hogy mondjuk valaki beilleszkedési gondokkal, vagy adott esetben... Tehát itt nem light-os ügyekről van szó, hanem harctéri PTSD-ről. Tehát itt ez egy egészen más kategória. Soha semmikor egy valaki kapott ilyen kezelést, vagy ilyen segítséget fél éven keresztül. Tehát egyetlen egy valaki a 6 helyszínről beszélünk, nem tudom, 20-25 emberről. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy-két ember kimaradt abból, hogy odafigyelés van, hanem arról van szó, hogy mondjuk egy ember fél évig a hat konkrét családban, itt mindenki. Tehát van olyan hely, ahol mindenki nagyjából azon a délutánon létezik, amikor ez vagy estén, amikor ez megtörtént, és azt mesélik el újra. Ezt két ilyen ügyekre szakosodott pszichiáterre hallgattam végig, és aztán ezt a 2,5 órát Budapestről hazafelé, hogy ők ezt nem hiszik el. Tehát, hogy ez én ugye mondhatom, mert hát én csak egy fényképész vagyok, és nyilván szép a lelkem, de amikor ezt hallgatom két erre szakosodott pszichiátertől, akkor azt gondolom, hogy nincsen segítség. Tehát, és akkor nyilván megkérdőjeleződik az embernek a saját hite a képeivel kapcsolatban, vagy a képkészítéssel kapcsolatban, meg egy csomó mással kapcsolatban. Nyilván, amiket elmondtunk, azok, hogy elmondhatok, azok teljesen valid és fontos dolgok, és hát nyilván én is ebbe kapaszkodom, hogy ezekkel valamit lehet csinálni, tehát mert akkor marad a kötél vagy a alkoholos üveg, de tehát, na, igen. Hát nagyon szomorú most így a végére, mert lejárt az időnk, és picit ilyen reménytelen lett ez az egész. Ezzel, hát, de hogy Gabi, vissza kell ugrani, hogyha van felvétel, akkor vissza kell ugrani, ha Gabi beszél, jó, vagy ahol de... Zoli beszél, és akkor ott lesz ilyen tök jó, ilyen mentő, vagy ilyen lépő, én lépőkőnek nevezem ezt, ahol kicsit, mintha megfogná valaki a kezedet, és akkor... Ez a valóság, nem tudunk mit csinálni, tehát, hogy általában a művészet, nem tudom, 20. századi, vagy 21. századi feladat az kb. Az, hogy fölvi a figyelmet ezekre a dolgokra, akár strukturális problémára, akár a globális környezetvédelmi problémákra, tehát, hogy én ma este nem ígértem mókát és kacagást senkinek. Most itt a Gabinak a Meli című sorozatát látjuk, ezt esetleg még lehet, hogy be tudnánk az időbe passzírozni, hogyha egy-két mondattal elmondanád, Gabi, hogy mit látunk, mi a projekt. Vagy legyen egy kis pozitív kicsengése a ma estének. Hát egyébként annyiban talán lehet, hogy bárhogyha ezt is végigvesszük, akkor nagyon sok szomorú pillanatot is fel lehet idézni, de igazából csak betettem egy olyan sorozatot is, amikor kértél tőlünk képeket, amit az egyik fogadott húgomról készítettem nem olyan régen, és annyiban rímel a Balázs képeire, hogy egy roma lányt láttok, Zsiga Melindának hívják egyébként, és kickbox bajnoknő, nem csak magyar bajnoknő, hanem Európa bajnok is, illetve ilyen világbajnoki bronzérmes versenyző,
és a fogadott húgom, ami azt jelenti, hogy a szüleim neveltek fel állami gondozott gyerekeket, négy ilyen fogadott testvérem lett, és akkor Meli az egyikük, és én a kiállítóterekből talán a gyerekportrékkal, róluk készült gyerekportrékkal lettem annak idején így kicsit ismertebb, és nagyon érdekes aztán így visszatérni egy olyan anyaggal, ami már felnőttem mutatja meg őt így küzdelem közben, és ugye itt egy sokszorosan hátrányból induló fiatal nőnek a pillanataiba viszem be a nézőket, egyébként szöveggel együtt, tehát ez nem önmagában egy képanyag, hanem szöveggel együtt jelentettem meg, és akkor csak így, hogy így valami pozitív irányba el tudjuk vinni a végét. Én mégis úgy azzal zárnám a magam mondani valóját, hogy önmagában egyedül a képek nem tudnak megoldást, hanem mindig valahogy a közös cselekvésekkel együtt tudjuk csak elmozdítani, és egyáltalán nem evidens, hogy el lehet jó irányba, de azt gondolom, hogy nem nagyon lehet más utat választani, mint hogy megpróbáljuk. De hogy mondjuk az egyetlen magyarországi, mondjuk a újkori történelmünknek az egyetlen rasszista gyilkosságával felvenni képekkel a küzdelmet, vagy arra önmagában képekkel reagálni, tehát az valami emberfeletti küzdelem. Itt azt gondolom, hogy a Balázs akkor is valami kivételeset tett egyébként, hogy követte az embereket, hogy segítséget próbált nyújtani, hogy olykor egyszerűen akkor a probléma, hogy nem tudunk, de azt gondolom, hogy áldozattá válni, vagy passzívnak maradni, ha még megtehetjük, hogy cselekszünk, akárha az egy képkészítés, akkor mindig jobb aktívnak lenni, mint passzívan áldozatként figyelni, hogy mi történik velünk. Szóval ehhez nehéz, nem lehet hozzáfűzni semmit tulajdonképpen. Van valami, amiről nem beszéltünk ma, és nagyon fontos lenne? Vagy így nagyon bennetek maradt? Mert akkor a Gabi gondolatával szeretném zárni, nagyon szépen lezárja ezt az ívet, amit ma kezdtünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a nézőknek is, és szívesen látlak benneteket a következő beszélgetésen, amit még most így nem árulok el, de mármint a témáját, de egy ilyen beszélgetés sorozatot kezdtünk itt a Fotoklik szervezésében. Hétről hétre szerdánként leszünk, és figyeljetek minket, és kommenteljetek, és legyetek aktívak. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük, és köszönjük.